Tudtam, hogy azért fontos ez a hely, nem csak azért, mert őrzi mindazt, amit ő a pályán összegyűjtött, és ezek a forgatókönyvek és a díjak, és rengeteg fénykép és kamera, minden jelen van. De igazán azért fontos, hogy van hova mennünk, hozzá menni. És ezt tartom én nagyon nagy dolognak itt is, hogy megint van egy hely, hogy van hova jönni a papihoz. Nem csak azért, mert Ege szülötte, és az egriek így szeretik, ahogy hallottuk eddig, hanem hogy itt meg lehet emlékezni, a neve előtt meg lehet állni mindig egy pillanatra, és egy picit rágyom. Nem volt olyan beszélgetés, hogy papi ne azt szőtte volna bele valahol a beszélgetésbe, hogy és akkor a Sutyi jön haza, és mondja, hogy a Sutyi. Sutyi itt maradt egyedül. Mi maradt meg belőle? Mi maradt meg ebből a kapcsolatból? Mi az, amit tovább tud vinni? Hát minden, a Sutyit, annak nagyon örülök egyébként a Sutyi említésének. Ez tényleg ilyen volt, hogy mindig törődött velem, amit megpróbáltam itt az előbb elmondani, hogy az a kérdés, hogy hogy vagy az amögött, tényleg érdeklődés volt. Nem csak azt akarta hallani technikailag, hogy hogy vagy, és akkor dolog el van, hanem hogy tényleg mi van veled, tényleg mit csinálsz, tényleg hova tartasz, vagy merre tartasz, és jó irányja az, amit csinál. Vagy megkérdeztem, visszajöttem Amerikába, hogy tényleg meg tudod azt csinálni, amit mondtál, hogy ezt akarod meg, azt akarod, hogy ez megvan, hogy ez sikerült, ez érdekelte, a lényeg érdekel. Borzasztó nagy hiány, nem akartam itt most ezt mondani, de nagyon hiányzik a figurája, tudod, volt egy, a mi szobánk, az operatőrök szoba, egy ilyen üveg ajtó volt, és az üvegen keresztül annak ellenére egy teljesen elmosódott kép volt. Mindig pontosan lehetett tudni, hogy ő az vagy nem. Pontosan tudtam, hogy ez a Gyuri bácsi, hogy ott ül az asztalán, vagy nem ül ott, vagy más ül ott. Nagyon hiányzik ez az image, az ő maga, mint az egész Gyuri bácsi hiányzik, így mondanám. Nagyon sokszor vagyok készítettem arra magam, vagy fölhívom. Ahogy az ember próbálja a szüleit is még mindig, hogy most fel kell hívni az apám, nincsenek. Fel kell hívni a Gyuribe? Nincs. Pedig borzasztóan kéne, hogy föl tudjam hívni, és borzasztóan kéne, hogy el tudjunk beszélni dolgokat. Teljesen mindegy, hogy miről van. Szóval csak az életről volt, szóval a gyerekeidről, az unokáim. Akkor is tudtunk beszélni a lényegről, hogy mit kéne csinálni, mire vigyázz. Szóval egészében a Gyuri bácsi úgy, ahogy van, hiányzik, mint jelenség, mint a megismételhetetlen, ahogy mondtam. Tehetség, egy elképesztő ember. Na, ezt lehet tovább vinni, ezt próbálom én is. Szakmailag ugye ő soha nem arra kényszerített minket, hogy azt vigyük tovább, amit ő csinál. Soha mindig azt mondta, hogy Isten őrzi, hogy utánozz engem, hanem neked megvan az utad, a magad szemlélete, azt csináld. És amikor elmondta meg, hogy mit akarok csinálni, azt mondta, az jó. Akkor sem meg volt győződve, hogy esetleg nem olyan jó. Akkor azt mondta, csak menj a saját utodon. Tehát azt próbáld, amit te gondoltál, ne azt, amit én mondok neked. Ezt próbálom én is mindenkinek, hogy a saját útján járjon, a saját szemlélete szerint, a forgatókönyvből kiindulva, amit ő mindig tanított, hogy ez újította meg egyébként őt is már idősebb korában. Hogy soha nem az Illés Györgyöt rakta rá a filmre, hanem onnan indult ki, amit a kezébe kapott, mint írást, az anyagot, a szöveget. És azt fordította képre mindig, és ettől mindig valami mást is csinál, csak gondolja 20 órára. Hogy egyszer csak meglepett minket, hogy a Gyuri bácsi 20 órát is tud fényképezni fekete-fehérbe. Teljesen modern szemlélete. Attól volt, hogy a forgatókönyvből indult ki, hogy azt, hogy lehet a legjobban szolgálni. Ezt próbálom én is továbbadni mindenkinek. Meg lehet azt fejteni, hogy mi volt az ő titka? Hogy tudta ő ezt csinálni veletek? Ő nagyon sok titkot hordott, ha már titokszor elhangzott. Ő nagyon sok titkot hordott, amiről mi nem tudunk. Végigcsinálta a II. Világháborút, méghozzá nem is akárhol a Dunkanyarba, ezt kevesen tudja. És hazajött onnan. Gyalog. 1300 kilométer, valami el. Volt egy időszak, amikor a tanítványai hívták ki Amerikába, hogy gyere, élj kint velünk, pillanatokon belül Oscar-díjas lesz, minden, soha nem ment. Soha nem akart elmenni, neki nagyon fontos volt a család, az, hogy valaki honnan jött, hova tartozik, Eger, mondjam. Mindenképpen itt akart lenni, élni. Ő ezt a nyelvet tudta igazán, ezt a nyelvet is akarta beszélni. Soha eszében mit ott. Mindig mindenkinek ott állt, ilyen embereknek, mint ő, az a bizonyos teher ott, ami elvihette volna valami ismeretlen területre.
A fiúk is persze, a Zsigmondvilék, mikor már nagyok voltak, ugye mondják, hogy a papi ugye bárhol meg, persze, hát persze, hogy meg. Az ilyenfajta mester mindenhol megélt volna. Őt Magyarország érdekelte, soha nem érdekelte más. Ahogy a családjából is mindig az érdekelt, nem azt, amit elvesznek tőle, hanem amit adhat. Hogy mi az, amit adhat, és mégis, csak adott egyfolytában. Itegerben nagyon nagy szeretettel emlékszünk rá, őrizzük az emlékét mindenféle módon. Oly módon is, hogy a hiányzó kérdést azért mi szeretnénk feltenni. Hogy vagy, Sugyi? Hát most itt én sem jól érzem magam, megmondom, hogy nagyon örülök annak, hogy van tábla, nagyon örülök, hogy van egy terem, ami az ő nevét viseli. Ez nagyon fontos dolog. Én mondom, a szobánál is azt mondtam, amikor megtörtént, nem tudom, láttátok egyáltalán ezt az emlékszobát, ami nagyon szép és gazdag, hogy van hova bemenni, beszélgetni a papival. Még le lehet ülni, lehet gondolkodni, kérdéseket föltenni, valószínű válasz is jön rá. És itt most nagyon jó, hogy meg lehet állni az Egri mozi előtt, ahol ugye gyerekkorát és töltötte meg aztán később is nagyon sokat, és azt mondja, hogy aha, itt a papi, tessék, itt van a papi, meg lehet állni mellett egy fényképet csinálni. Ez nagy dolog. És a munkáid? Hol tartasz? Mit tudsz megvalósítani? Most mint rendező dolgozom már, de hát ezt tudjátok. Három filmre készülök, mind a három párhuzamosan megy. Egy második világháborús történet, ahol megvannak a színészem ilyenek, mint a Jeremy Irons. A másik filmem egy Thomas Wolfe nevű amerikai íróról szól, ott megvan a Helen Hunt, egy nagyon fontos színésznő a világ. És van egy harmadik filmem, és a jövő nyáron lenne, annak most csinálom a szereposztását ebben a pillanatban. Mind a három, körülbelül három egyforma eséllyel fut, hogy amelyiket finanszírozzák előbb, azt csináljuk.